majális. Old világos éjszaká, miről álmodik a lány, hogy jön egy király fitán, ó fehér paripán. Lehet, hogy ez a nóta úgy alakult ki, hogy a mezőségen járt a szerzője, és megtudta, hogy itt van a májális, Persze ez nem olyan békés, színei merse pálos piknikelés a zöldben, hanem valami olyan, amit a legények tudnak, és a lányok csak sejtenek. De ettől felpesdül a vérük. Holdvilágos vagy sötét az éjszaka, mind egyre megy. Május beköszöntének előestéjén, azaz, hogy április 30-án este titokban a legények bandába verődnek gazdagok vagy szegények, csak az számított, hogy mindez fertály szerint történjék, sőt, azon belül is kisebb csoportok alakulnak, és ezen az éjjelen messzire kerülik egymást, pedig mindenki tudja, hogy melyik kapukire számíthat úgy felszegen, mint forró szegen, vagy akár csipke szegen. Igen, a kapuk számítnak, és a kapuk mögött a házak a házak befüggönyözött ablaka mögött pedig éjjeli hálóköntösben dideregnek a lányok, és leselkednek kifelé, cifra kapujuk felé. Álmodoznak arról, hogy vakkant majd a kutya, és sötét árnyékok osonnak a kapuhoz. Persze ezek nem rosszakaró árnyékok, hisz ma van a szerelmi vallomások titkos éjszakája. Az okosabb lányok leveszik a takarót az ágyukról, és mesztelen lábaikat papucsba dugják, lábon állva betakaróznak, és úgy állnak az ablak mögött, hogy mindent lássanak, de őket ne lássa senki, és az árnyékok között felfedezzék majd kedves babájuk délceg alakját, amint nyúlánkozva a kaput díszíti. Aztán az árnyak tovasuhannak, de egyszer csak egy magányos alak visszajön a homályba, és a kapu körül valahova, láthatatlan helyre vonul vissza, őrködik, hasadó hajnalig. Ez a szerelmi vallomás többet ér száz csóknál, pedig ezt egy egyszerű szolga is elvégezhetné, de itt az őrködés nem a tolvajok ellen, hanem a leányok becsületének a megvédése mellett szolgál. Annak a lánynak van becsülete, akinek ezen az estén zöldelő orgona ágat, orgonavirágot, vagy népiesen zöld ágot tűzdelnek a kapujára. Minden szemre való leány, akinek csak halvány sejtelme van az érzelmekről, már számíthat rá, hogy az ő kapuján is megjelennek ezen az éjszakán a zöld ágak. Persze a kisebb lányok korábbi időpontban leselkednek. Mert azért a 12-14 éves legénykék, a konfirmálás előtt lévők már éjfére hon kell, hogy legyenek. Így zajlik ez már évek óta. Ahogy a kicsik elülnek, előbújhatnak a nagyobbak. Mivel, hogy konfirmáltak már, nekik van kimenőjük hajnalig. Szerencséjük akkor van, ha ez az este szombatra esik mert akkor csak a vasárnapi Isten tiszteletre vagy nagymisére kell felkelni. De ha ez egy hétköznapi este, akkor bizony nem is érdemes lerúgni a csizmát, csak éppen elnyúlni a szekér derekába lökött szénában, mert ezután az este után is hajnalban van a kelés, kell menni, szántani, vetni, ha élni kívánnak azért érdemes a csűrben álló szekér derekában lefeküdni, mert így a zsörtölődő apa, aki már elfelejtette, hogy ő is így járt májális éjszakáján a babájához, mostani fia édesanyjához annak idején, maga fogja be az állatokat a járomba, és mégis megenyhülő atyai szívvel, hamiskás mosolyal az ajkán szólítja szerelmetes feleségét, hogy indulhatnak, mert a legény már a szekéren van aztán menet közben felrázódik, kimegy az álom a szeméből a legénynek, de ennek az éjszakának a története örökre megmarad emlékezetében, és ha szerencséje van, akkor a szívében is. Volt abban a városkában, hogy nevén nevezzük, hát Széken, egy gazdag család. A Filep Vilmosék családja. Ebbe a családba jött férhez Regina, a mostani Vilmosné, aki egyke leán volt, és állandóan nagyra vágyott. Lehet, hogy Vilmos sem éppen az ő kapuját tűzdelte éveken keresztül máján is éjszakáján borostyán virággal, mert hogy a mezőségen ez az orgon a hivatalos neve. De hogy, hogy nem, Reginát hozzáadták Vilmoshoz. Lett nékik is egy szem leánkájuk mert ez a Regina valamit tudott. Sa úgy maradt, elhajtatta. Szólt az öreg asszonyok, talán nem is alaptalan plegykája. Ennek az egyke leánynak a keresztségben az anyja az Erzsébet nevet adta. A monarchia császárnőjéről nevezte el, mert ha ő Regina, e fölött már csak császárnői nevet viselhet a lánya. Erzsébet azonban nem örökölte az anyja nagyra vágyását, pedig következik az idei májális, és ahogy városokban szokás, következik a májális utáni esti bál. Széken, Sármáson vagy Kolozson, Marosludason vagy Radnóton a városi kispolgárság, de az egyszerűbb emberek is elmennek a bálokba. Ilyenkor már húsvét lejárván, kezdődhet a zajos mulatság, és megindulhat a tavasszal és a természettel együtt kibontakozó szerelem is. Gyurinak hívták azt a legényt a forrószegi bandából, aki már régóta szemezgetett Erzsébettel a vasárnapi istentiszteletek előtt és után. No meg néha, reméljük, hogy az úr zokon nem veszi, közben is. De Reginának aki csak a vagyont gyűjti, mióta férhez ment. Nem dukált ez a legény, mert szegény. Próbálta az árva szívű kis Erzsike elmagyarázni az édesanyjának, hogy nem érdekli őt a nagyváros. Jól van ő itt a kismezőségi városban is. A falusi körülmények neki igazán megfelelnek, mert ő inkább sok szép gyermeket szeretne, és egy szerető férjet. De az anyja nem hagyta magát rábeszélni, úgy viselkedett, mint a ő menne újból férjhez. Vagy talán a meg nem valósult álmodozásait szerette volna mindenáron a leánya sorsa igazítása által kiavítni. Nem lehet tudni. Erzsike és Gyuri már régen megvallották egymásnak szerelmüket. Már öt éve is lehet annak, amikor Gyuri és a forrószegi legények egy szép, csillagos, májális éjszakán Először díszítették fel az erzsikék kapuját szép fehér és lila csokros borostyánnal, amiért az erdőre kellett menni. De a legényeknek ez csak szórakozás volt, nem fáradtság. Titokban mentek ki a forrószegi legények lószekéren minden évben, már két vasárnappal korábban az erdőbe a csokros borostyán bokrokhoz. Igaz, hogy a csokros borostyán termesztett növény, de az erdőszélen úgy hírlik, volt egy erdészlak valamikor, és annak az elvadult kertjében vannak ezek a bokrok. Megmetszették illendően. Két arasz hosszúságú ágvégeket vágtak, hogy jövőre is virágba boruljon, majd otthon, a gyuriék pajtájába, a bekerített üres jólba tették vízbe kinyílni. Senki se tudott a virágszedésről, csak ők. A felnőttek készültek a másnapi bárra, ami éppen vasárnap estére esett. A fiúk meg a mai májális éjszakára. Gyuri is tervbe vette immáron a hatodik kapudíszítést, de szombat este lévén még egy kis piacolásra is sor került. Mert hogy Széken az Ódon nagy református templom a három szeg közepén a piacon van ez előtt a templom előtt kanyarog lentről felfelé kifli formában a nagy utca úgy, hogy a templom körül szabályos félkört ír le. Ez a félkör a piac. Ide járnak minden szombat és vasárnap este a lányok és a fiúk népviseletbe öltözve sétálni, ismerkedni. Négyessével, ötössével összefogóznak a sétáló lányok, a fiúk pedig ugyanígy egymás mellett mennek, köszönnek egymásnak, aztán beszédbe elegyednek. Majd a nagyobbak külön válnak a soraikból, és kedvesükkel kézen, vagy karonfogva folytatják a sétát. Ez a piacolás. Mindenki tudja, hogy a mai estén a piacolás rövid lesz, mert a legények indulnak májálisozni. Azért ahhoz elég, hogy Erzsike könnyező szemekkel elmondja Gyurinak, hogy az anyja parancsára ők reggel kelnek, és indulnak be Kolozsvárra, ami még Boncidán keresztül is vagy 50 kilométerre van. De az anyja minden áron holnap este a Kolozsvári kaszinó bárján akar lenni, mert állítólag várja ott Erzsikét egy nemesi származású úrfi, akivel megcsinálhatod édesem a szerencsédet. Mi meg annyi kelengyét adunk hozzá, amennyi kell. Gyurinak a vér a fejébe szállt. De nem azért, mert hirtelen haragú volt, hanem azért, hogy az agya serényebben dolgozzon. A gyuri bandája gyorsan haza kísérte a lányokat, és hogy harag ne essék, mindenki együtt ment. Így csak egy nyilvános röpke csókot kaphattak a lányok, de nem bánták, mert mindenki együtt érzett Erzsikével, és Reginát egyenesen a mesebeli gonosz mostoha királynőhöz hasonlították, akivel most a hófehér paripán jövő királyfi, azaz, hogy Gyuri, le kell valami módon számoljon. A fiúk behúzódtak a Gyuriék csűrjébe, és tanakodtak, hogy mi lenne jó. Egyik azt javasolta, gyújtsák fel az erzsikék szénakazlát. Így biztos nagy ribillió támadna, és nem indulhatnának be Kolozsvárra. De erről Gyuri hallani sem akart. Azzal egyetértett, hogy meg kell állítani Vilmos bácsit és Regina nénit, de hogy ebből kár keletkezzék, és ezzel minden reménye szerte foszlódjon, azt nem tudta elfogadni. Nem akart bosszút. Ez alatt körbejárt a pálinkás üveg, de csak módjával. A fél liter tizenegyüknek csak a kedvét hozta meg. Nyelvet oldott, kereket olajozott, és az olajozás meghozta mindent eldöntő gondolatot is. Azt mondja az egyik legény. A hintó, a kocsi fiúk. Ha azzal mennek, azzal kell kezdjünk valamit. És kezdtek is. Először a tervet részletesen megbeszélték, aztán elindultak a májális esti feladatukat végrehajtani. Miután minden kaput, amelyek mögött a kedvesek laktak, szépen feldíszítettek, visszamentek a gyuriék csűrjébe egy végső megbeszélésre. Egyikük kátránypapírt hozott, a másikuk csiriszt készített. Gyuri egy jó, friss, velős csontot kerített, majd elindultak. Éjfél jól el volt már múlva. Gyuri a patak felőli kiskaput választotta. Oda ment a bodri kutyához, és megmutatta neki a velős csontot, mire az úgy elkezdte csóválni a farkát, hogy rögtön megfeledkezett a házi feladatáról. Régi barátok voltak ők, Erzsike, Bodri és Gyuri, de erre most ráfázott a derékházőrző, mert Gyuri eloldotta a láncát, kivezette a patak partjára, ott pedig a lánc végét egy fához jól odakötötte egy kötőfék darabbal, majd megkapta a velős csontot. Hadd rágódjon rajta! Azzal a kiskaput belülről bezárta, és így a csend még nagyobb lett. Jelt adott, hogy lehet kezdeni. Hárman a kapuhoz mentek, mint akik májális éjszakáján rendes legényekhez illően zöldágaznak, ő pedig kettessével felosztotta a csapatot, a négy pár legény egyszerre ment a házhoz, osonva, nagy csendben, még az ablaknál virrasztó és imádkozó Erzsike se vette észre őket, csak amikor az ablaka teljesen elsötétült, akkor ijedt meg egy kicsit. Erzsike, miután megértette, hogy mi történik, szépen lehúzta a papucsot, és a hátán levő pokróccal együtt lefeküdt és betakarózott. Mély álomba merült. Arra ébredt, hogy az apja szinte tajtékot hányva jár kell a szobában, és erélyesen megragadja a vállát. Édes lányom, neked erről tudnod kell, ki volt a tettes, hogy mi ekkora szégyent kell elviseljünk ezen a szent vasárnapon. Én ezt nem bírom ki. Mondd meg, ki tette mindezt? Drága édesapám, nem tudom, hogy maga miről beszél. Szólt Erzsike alázattal, pedig tudta, azaz azt gondolta, hogy tudja. Arról beszélek, hogy most harangozzák a templomba a gyűlőt, vagyis tíz óra van, és mi nem keltünk fel. Nem indultunk el öt órakor Kolozsvárra. Nem ugatott a kutya, nem kukorékolt a kakas, és a szobáinkban még most is korom sötét van. Valaki csirízzel bekente az ablakokat és az ajtót, és beragasztotta fekete kátránypapírral. Valaki kikötötte a kutyát láncostól a patakpartjára, és valaki szétszette a kocsit darabokra az utolsó tengelyszegig, de ez még semmi. Valaki támasztotta a lajtórját a szénakazal oldalához, és oda felhorta az egész kocsit. De még ez is semmi ahhoz, hogy azt ott összerakta. Úgy áll fent a kocsi, mintha felszállásra készen volna. A rúdja kimessz ki messze a levegőbe. A szomszédok már sajnálkoztak is, és ígérték, hogy holnap, ha megvirrad, segítenek leszedni onnan. Anyád meg ott bömböl a konyhában, hogy oda az ő becsülete, a nemes István úrfiék előtt. Drága édesapám, jó, hogy most tudom meg, hogy István a neve annak a legénynek, aki miatt az édesanyám becsülete forog kockán. De az én becsületem és a gyuriék becsülete hol marad? Tudtommal az édesanyám becsülete meg akkor forgott kockán, amikor maga kérte meg a kezit, de azt maga becsülettel elvégezte húsz évvel ezelőtt és mély zokogásban tört ki a leány. Apa legyen a talpán, akinek ilyenkor meg nem lágyul a szíve. Hát Vilmos bácsinak meglágyult, és leült az ágyra a lánya mellé, átölelte a vállát, és egy könycsepp az őszeme sarkából is kicsorrant. A templomba nem mentek, nem ebédeltek, s már úgy tűnt, hogy a szégyent senki róluk le nem mossa, amikor úgy délután három óra tájban tizenketten léptek az Erzsikék udvarára, a tizenegy forrószegi fiú, köztük középen Gyuri, mellette az édesapja. Vilmos bácsi kilépett a tornácra, és fogadta őket. Azért jöttünk, hogy megkérdezzük Vilmos bácsitól, kezdte az egyik legény a szót, mint vőféj, adná-e a mi György úrfi barátunknak az Erzsébet nevű leánya kezét? Egyben bocsánatot kérünk mindazért a kellemetlenségért, amit mi itt az éjjel okoztunk. Ígérjük, hogy naplementéig mindent rendbe hozunk, csak annyira megindított minket a barátunk szíve vágya, hogy tettekre szántuk el magunkat. Add a fiamnak a leányodat, Vilmos, mert két hét múlva besorozzák. Jön a háború. Szólalt meg megilletődve az egyenes beszédtől, a gyuri édesapja. Így igazodott el a gyuri és az erzsike sorsa, és Vilmos bácsi soha nem bánta meg, hogy ezen a délutánon a sarkára állt, és nem hallgatott Reginára, aki hallani sem akart a leán kérőről, de ameddig a férfi viseli a kalapot, addig az asszon hallgasson. Nyolc unokája született Vilmos bácsinak, és még a nyolcadikat is megérte, hogy a lábán ringatta: Öc, öc, katona, lovagol a kisbaba. Ezt a mondókát a családban mindenki tudta. Addig Gyuri is hazajött a háborúból. Igaz, hogy háromszor sebesült, de mindig felépült az Erzsike szeretetétől.